és szeretnék az Isten mellett kitartó, hűséges pap lenni. Nagyon hálás vagyok, hogy diakónusként egy egész évet kint tölthettem plébánián. Soroksáron a fő plébánián voltam, és így megtapasztalhattam kicsit a lelkipásztori életnek az előízét. Egyrészt a liturgikus szolgálatban, másrészt a hittanórákon, vagy így a különböző közösségek tagjaként, vagy segítőjeként. Soroksár az egy érdekes közösség olyan szempontból, hogy vannak gyerekek, egészen kicsiktől így a tizenéves tetejéig, és utána vannak az ő szüleik, és illetve az idősebb korosztály, de hogy ez az ilyen 20 közepe, 30 eleje, ez a réteg, ez hiányzik, ők bejárnak a városba tanulni, vagy be is költöznek. Úgyhogy érdekes volt megtapasztalni azt, hogy hogyan találom meg, vagy hogyan viszonyuljak a kisgyerekekhez, a fiatal gyerekekhez, hogyan viszonyuljak a kicsit idősebbekhez, az én szüleim korosztályához, vagy a még idősebbekhez. Úgyhogy egy egészen széles horizontot nyitottak meg számomra. És nagyon hálás vagyok azért a sok szeretetért, amit így tőlük kaptam, és talán azt éltem meg, hogy meg tudtuk találni a közös hangot, a közös nevezőt, és így kölcsönösen tudtuk építeni egymást. Ami még így a papszentelésre való készületet illeti, fontos volt számomra, hogy magának a szertartásnak a szövegét átelmélkedjem imádságban, akár külön így elolvasva. Nyilván ennek van egy praktikus oldala is, hogy tudjam, miről van szó. Másrészt van egy nagyon fontos lelki mozzanata, hogy tisztában legyek azzal, hogy mire is készülök, hogy tisztában legyek azzal lelkileg is, hogy mi fog ott történni, és hogy mit kérek az Istentől, a főpásztoromon keresztül. Úgyhogy nyilván ez egy fontos készületi mozzanat volt számomra, hogy magának a szertartásnak a szövegét átolvassam, átimádkozzam. Tettünk ígéreteket maga a szentelés előtt, akkor a felszentelés imádsága, tehát a felszentelő imádság egy olyan lelki gazdagságot hordoz, amit ott így egyszer hallok, akkor talán egy-egy mozzanat megmarad belőle, de hogy annál többet nem ad személyesen. Nyilván az felszentelést általa kapom, illetve a kézrátétel által. És ezt fontosnak tartom igazából a későbbiekben is, főleg még itt az elején, hogy időről időre újra elővegyem ezt az imádságot, újra elővegyem a szertartás szövegét, és átimádkozzam, hogy mi az, amire a küldetésemet kaptam. Maga a szentelés egy nagyon különleges élmény volt számomra, személyesen is, tehát a szentségtől kicsit így elvonatkoztatva, pusztán az, hogy ott lehetek. Én úgy éltem meg így a papságra készülésnek itt az utolsó időszakát, hogy nem az, hogy az Isten kiválasztott a papságra, vagy nem az, hogy az Isten akarja, hogy pap legyek, nyilván ez is benne van, hanem az, hogy az Isten megengedi, hogy pap legyek. És ez az érintettség, ez a meghatottság az, ami így bennem volt a szentelési mise alatt is, hogy én ehhez kicsi vagyok, és hogy az Isten mégis megengedi, hogy pap legyek. És talán ez az az érzés az, ami segít abban, hogy tudatosítsam mindig magam számára, hogy ez nem rólam szól, hogy ez nem az én bulim. Ez az Istennek az ügye, és hogy ebbe kapcsolódok bele. Tehát nem az Isten kapcsolódik az én ügyembe, hanem én kapcsolódom az Istennek a projektjébe. És ez az elfogadás volt bennem, hogy az Isten elfogad engem, és hogy megengedi, hogy pap legyek. És különös élmény volt természetesen, amikor leborultunk, különleges élmény volt az, amikor lehajtott fejjel térdelünk, és a papság kijön, és imádkozik felettünk, és nem tudom, hogy éppen kitette rám a kezét, csak az, hogy ott egy pap, és imádkozik értem. Ez
óriás ajándék volt számomra. Különleges élmény volt az, hogy először imádkozhattam az eukarisztikus imát, a kánont, és igazából így kimondva, nem csak hallgatva, hanem kimondva ezeket a szavakat, kicsit olyan érzésem volt, mintha teljesen más értelme lenne, így nyilván nem, de hogy az én agyam az olyan, hogy látnom kell, meg hallanom, meg kimondanom, és akkor úgy mozog bennem, vagy úgy marad meg bennem igazán, és most volt az első, akkor volt az első ilyen alkalom, hogy együtt a többi paptestvéremmel így kimondhattam azokat a szavakat, amik az eukarisztikus ima. És most itt nem kifejezetten az átváltoztatás szavaira gondolok csupán, hanem az egész imádságra. Úgyhogy ez ilyen különleges érzés volt számomra. A bíboros atya augusztus 1-ével béketére angyalföldre helyezett káplánként. Olyan különösebb izgatottság még nincsen bennem, kicsit ilyen szent közömbösséggel állok, ha lehet ilyet mondani a dologhoz. Nem ismerem a közösséget, az ottani plébános atyával találkoztunk már párszor, tehát így tudunk egymásról, de úgy nem ismerjük egymást. De üres lappal megyek oda. Én nem kérdeztem meg senkit, hogy milyen ott, nem kérdeztem meg senkit, hogy mik ott a lehetőségek, vagy mire van igény egyáltalán. Ezt rábízom az Istenre. A Soroksárra is így mentem oda, hogy amikor megkaptam a dispozíciómat, akkor egyből elővettem a telefonomat, hogy keressünk rá, hogy hol van ez a Soroksár. És most meg úgy megyek el onnan, hogy nehezen megyek el. Azt érzem, hogy azt élem meg, hogy megszerettem őket, ők is engem, és így nehezen köszönünk el egymástól. És ugyanezzel a tiszta lappal megyek béketére is, majd kiderül. Imádkozom értük, imádkozom, hogy elfogadjanak majd. Ilyen nagyobb távlatban csak annyi kérésem van az Isten felé, vagy annyi elképzelésem, hogy én szeretnék szent pap lenni a szónak a szoros értelmében. És úgy remélem, hogy ebben az Isten is partner lesz, illetve én is. Nyilván az Isten részéről ez nem kérdés, de hogy kérem az ő kegyelmét, hogy ebben én is tudjak partner lenni. Nekem nagyon fontos volt ezen az úton való elinduláskor, hogy Uram, hogyha te tényleg erre hívsz, akkor induljunk el együtt. És ez az együtt, ez nagyon fontos számomra, és nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy ez neki meg még fontosabb, és így tudunk élni, hogy időről időre nekem talán ez nem olyan fontos, de neki akkor is fontos, hogy ezt együtt csináljuk, és hálás vagyok neki, hogy így mindig visszafogad ebbe az együttbe. Úgyhogy ilyen nagyobb távlatban így gondolkozom, hogy szeretnék az Isten mellett kitartó, hűséges pap lenni.